futball elit ellen, amikor fogunk játszani, ott ez kevés, tehát igazából a pályán futballozni kell. Pénteken Magyarország-Finnország mérkőzés az elmúlt évtizedekben nem először. Volt egy emlékezetes, sőt két emlékezetes mérkőzés, amelyen a pesti mérkőzésen győztes gólt lőttél, majd Helsinkiben volt ez a drámai végjáték. Hogyan emlékszel erre vissza? Valóban emlékezetes mind a kettő, és nem csak a gólok miatt. A hazai az egy, azt hiszem a sorozat első mérkőzése volt, és ezzel a nagyon furcsa góllal, végül győzelemmel kezdtük el ezt a sorozatot, a visszavágó pedig azon kívül, hogy egy még kurtább, furcsább góllal X-re mentettük, és ugye bejutottunk a pótselejtezőbe talán. Az a pont a születésnapomra esett, október 11-én játszottuk azt a meccset, úgyhogy akkor még nem tudván, hogy a jugoszlávok ellen beleszaladunk a késbe, ott a meccs után meg is ünnepeltek a srácok egy kicsit. Mennyit változott azóta a finn futball, hogyan látod? Hát én úgy gondolom, hogy nemzetközi viszonylatban nagy előrelépés, nagy visszaesés nem történt. Ugyanaz a középréteget alkotják, ahogy én szerintem a mi válogatottunk is jobb napjaiban. Tehát valahol ott lehetnek ők is, ahol mi, hogy éppen most melyik csapat nyer, nüanszok döntenek. 2010-es világbajnoki selejtező sorozatban már játszottunk velük, akkor 4 pontot szereztünk ellenük, most az elmúlt felkészülési mérkőzésen kikaptunk. Ezúttal a budapesti mérkőzésen te mit vársz, és mennyiben befolyásolhatja a többi eredmény ezt? Furcsa dolgok dolgoznak bennem ennek a kérdésnek a hatására, mert egyrészt egy olyan szövetségi kapitányunk van, akit én nagyon régóta ismerek. A Pali az egészen fiatalon Pécsről került fel Budapestre, és az első 1-2 évében csapattársak voltunk. Már akkor feltűnt a fiatalkorához igazából magyar közegben nem nagyon élő hozzáállás, a céltudatossága a pályán és a karnoksága. Aztán ő elkerült egy sokkal egészségesebb futballközegbe, ahol ezek a mutatók duplán meg triplán számítanak, és valószínűleg ebből hoz haza. Ezt csak azért mondom el, mert úgy gondolom, hogy ebből a szempontból egy nagyon komoly erősítés a szövetségi kapitányi poszton, viszont azt is gondolom, hogy mivel az anyag, amivel dolgozik, nem nagyon tud változni, legalábbis egyik pillanatról a másikra nem. Úgy gondolom, hogy ez az attitűd, ez a hozzáállás hosszú távon azért komoly eredményváltozást, javulást nem eredményezhet. Egy-két mérkőzésen biztos, hogy lesznek pozitív változások, de úgy gondolom, hogy a futball elit ellen, amikor fogunk játszani, ott ez kevés, tehát igazából a pályán futballozni kell, mindig hallgatom ezt a harcoljatok, ugye ebbe biztos, hogy előrelépünk, de összességében futballozni egyik perc, a másik nem fognak megtanulni a srácok. Hát bízom benne, hogy egyelőre ez a új ritmus, amit a Pali ad a lelkeknek, ez fog látszani a pályán, és a máshogy nem, akkor birkózva, de megverjük a finneket. Ez az északi stílus mennyire kedvezhet nekünk? Hát én nem tudom igazából, hogy nekünk melyik stílus kedvez. Én visszagondolva a saját karrieremre gyűlöltem, mikor másfélszer akkora emberek fogtak hátul, csupa izomkodott, és most a finnek azért elég szép szálegények. De hát az se sokkal jobb, amikor egy alacsony, mozgékony és mindenhova odaérő, mondjuk annak idején a Molnár Zoli ellen utáltam játszani, mert ő volt az, aki köldökömig ért, és mégis mindig elvette a labdát. A fene tudja, hogy melyik stílus fekszik nekünk. Mondom, én úgy gondolom, hogy itt nüanszok fognak dönteni. Adott esetben valami olyasmi, mint annak idején, amikor idegenben Dzsuzsák góljával az utolsó pillanatban nyertünk, és ott volt az eleknek egy olyan előretörése, ami magyar szemnek nem túl megszokott volt egy ilyen mérkőzésen. Ha most megszerezzük a Dárdai Pál által előírt 5 és 7 pontot, jelen esetben mondjuk a 7-et, akkor mennyi az esélyre, hogy Dárdai Pál marad a szövetségi kapitány, hogyan látod? Összességében ez egy nagyon nagy dolog, hogy ilyen gyorsan, ilyen fiatalon, ilyen pozícióba tudott jutni. Nagyon könnyen megragadhatja, és ott is ragadhat. A fene tudja, hogy ő ezt mennyire akarja. Úgy gondolom, hogy ő kint Németországban, a saját kis közegében egy sztárfutballistának, egy elismert futballistának számít. Nem kis kockázat lenne ezt feladni és belépni a nagy magyar, hát azt nem mondom, hogy futballnihilbe, de kiegyensúlyozottságról itt azért nem nagyon beszéltünk. Az is tény, hogy lehet, hogy soha vissza nem térő alkalom, és hát azért a Pali egy magyar tökös srác, úgyhogy simán meg is ragadhatja ezt a lehetőséget.